Torino, a Via Mille 22-es számú ház első emeletén. Kosári Jakab újságíró sokáig utazott, zötyögött szekéren, többször szállt át gőzösökre, mire elérkezett Turin városába. Az egykori főváros, bár ma is nagyon impozáns és pezsgő, elbújhat 1859 élénk és viharos tavasza mögött, mikor Észak-Itália népe itt a szárt Piemonti Királyság székhelyén jelentette a szándékát, hogy csatlakozni kíván a Garibaldi által működtetett egységes Itáliához. Ebben a felfokozott hangulatban ért térségbe a magyar Danton, a magyar szabadság ingathatatlan harcosa, a Kasszandra levél szerzője, Kossuth Lajos. A küldetés azt szerette volna kideríteni, milyen alapokból táplálkozott az a folyamatosan megújuló tenni akarás és a nemzet érdekében megalkotott újabb és újabb politikai program, melynek az egykori kormányzó jelnöket jellemezték. A 76 éves Kossuth Lajost, vagy ahogy a környéken emlegetik, Luigi Apót mindenki ismerte. Bárkit is kérdezett, rögtön tudták, merre van az a szép klasszicista épület, ahol a Honvédelmi Bizottmány egykori vezetője, a kihaltott fehérkeretes palettánk előtt szűk, korintoszi oszlopfőkből kialakított erdélyén áldogált, mikor észrevette, hogy egy fiatalember Don Luigi Kossuth iránt érdeklődik. Don Luigi! Jöjjön fel, fiatal barátom! Megtalálta, akit keres. Az első emeleten jobbra. Tekintetes kormányzó úr, a nevem Kosári Jakab, a Miskolci Kurír tudósítója vagyok. Mi ered van, fiatal barátom? Azért jöttem el önhöz, hogy átadjam olvasóimnak mindazt, ami diákéveiről él önben, mert úgy vélem, mindaz a tudás, mely politikai pályáját jellemezte, valahonnan meg kellett tanulnia. Az érdekelni olvasóimat, honnan szedte össze pályáját, illetve jellemét meghatározó ismereteit. Tudja, fiatal barátom, nem csak az iskola, hanem a család is nagymértékben közrejátszott. Édesapám Sárosvár megyéből került Zemplén megyébe, s lett az Andrássy Monoki birtokok jogi ügyeinek intézője. Nagyapám is jogász végzettségi volt, és mivel én voltam az egyetlen fiúgyermek a családban, ezért nekem is a jogászi hivatást kellett választanom. Komolyan odafigyeltek arra, hogy hamar megtanuljak mindent, amit egy jogásznak tudnia kell. Olvasni, érvelni, verselni. Mindezt magyar és latin nyelven. Másrészt, mivel ősi evangélikus családból származom, ezért hamar megismerkedtem a protestáns etikával is. Ezek után utam nem vezethetett máshová, mint a tarcamenti Athénba, Eperjesre. Tudja, fiatal barátom, az a város maga volt a kuruc romantika. Hagyomány volt Rákóczi és Tököri tisztelete, a három nyelvű város, ahol a magyaros műveltség mellett a német nyelvtudás, a latin nyelv, illetőleg a hagyományok is fontosak voltak. Kormányzó úr, mikor kezdett el jogot tanulni? Ez egy fogós kérdés. Ha jól emlékszem, a latin nyelv és kultúrtörténet kapcsán az első két évben tanultuk a rómaiak jogát. Majd azt követően Gregus Miklósnál filozófiából szintén merültek fel jogi kérdések, de a meghatározó osztrák jogot csak bizonyos ismeretek és a német nyelv elsajátítása után tanulhattam. Tudja, fiatal barátom, a tanulással és a magaviselettel soha nem voltak problémáim, de Isten látja lelkemet. Csak azok a tárgyak fogtak meg igazán, és csak azok érdekeltek, amelyeket igazi tanáregyéniségek tanítottak. Így történt, hogy harmadik éven elvégzését követően igen komoly dilemmába kerültem. Nagy dilemma az János barátom. Egyrészt megszerettem itt a tanárokat, de ahhoz, hogy még egy évig jogot tanuljak, ráadásul németül, nem sok kedvem. Másrésztről viszont hiába vitrázom be az egész ABGP-t kívülről, a gyakorlat nélkül semmit nem érek vele, főleg otthon Zemplén vármegyébe. Akkor inkább azt gondolom, hogy jobban jársz a tanulmányok után a Pozsonyban fejlődve. Ugyanis az ékes szólástartók és az osztrákok ismerete kiváló belépő lehet a számodra a helytartó tanács és a héttartó tábla valamelyik állásában. Szerintem van? Nagy dilemma az János barátom. Tudod, én már 10. évek oktatom a különböző iskolák padjait, és kezdem magam kiismerni.
Az olyan tanároktól, akik nem csak ismeretekkel bírtak, de meg is tapasztalták azokat a gyakorlatban, mindig könnyedén tanultak. De akik se előadni, se átadni nem tudnak, azoknál mindig nagyon gyönyörű sem is lesznek. Hallottam viszont Sáros Patakon, Kövi Sándor professzor úr nevét, aki magyarul oktatja a jogot, ráadásul olyan jól, hogy nála még a gyengébb képességűek is rögtön átmennek a vizsgát. Igaz ugyan, minden vizsgát minden fél évben megelőz két gyakorlati feladat, Páncélvár megye és Páncéltáva. Páncélvár megyén az igazi vármegyéhez hasonlóan választott vagy kinevezett tisztségviselőként kell gyakorlati feladatot megoldani. Páncéltávlán pedig az igazi bírósághoz hasonlóan bíróként vagy ügyvédként kell helytállni. Képzel, barátom, nekünk meg hassák ezt a fráli németjogot erőltetni. De ha igazad van, barátom, és a második diákévünk elvégzése után úgy mehetünk ki a gyakorlatba, hogy megismerjük azt, amit meg kell tanuljunk, sőt, még alkalmazni is tudjuk. Beszélni is fogok én az édesapámmal, mert úgy érzem, az év nagyon-nagyon a hasznomra lenne. Különben is Sáros Patak mégiscsak közelebb van nekünk, mint Kassa, így akár 3 hetente haza tudnék menni. De jó lenne egy évet veled tölteni, barátom. Legyen így, akkor szeptemberre Sáros Patakon találkozunk, amit akkor szeptemberre Patakon, szervusz! Sáros Patak, Auditorium Maximum, Kövi Sándor professzor, Hazai Jog című előadása. Ha jól emlékszem, szeptember vége felé járhattunk. Nem is emlékszem pontosan, de talán a nemesi birtokokkal kapcsolatos előadást tartott Kövi professzor. Ilyenkor az volt az öreg professzor gyakorlata, hogy először Verbőcit idézte, majd magyarázta, azt követően pedig a saját gyakorlatát mondta. De ilyenkor néki megállt az idő. A hallgatóknak azonban nem. A 9:30-kor megkezdett előadás már elérte az 1 órát. Tisztelt hallgatóim! Folytatván az előadást idézik most fel Verbőcit, aki az első könyv 53. cikkében az atyai hatalom alól történő felszabadulásról ír. A cím az 56. pontban a következő képben szól. Az apai hatalom megszűnésének és eltörlésének módjáról. Ám bár pedig a fiúknak az apai hatalom alól felszabadulása és szárnyzsabocsátása, miként előbb már megjegyeztem, az osztály által szokott megtörténni, mindazonáltal vannak némely esetek, amelyekben az apai hatalom másképp is megszűnik és véget ér. Nézzük most az Andrássy kontra Csákényreket. Szóval ennyire érdekli magukat a jog, tűnjenek a szemem elől maguk gazemberek! A pataki jogászok összejövetele a kollégium udvarán. Pataki jurátusok, diáktársai, halatlan dolog, ami előadáson történt. De akárki is volt, aki a jurával nem bírt, senki sem, még Kövi professzor sem nevezhet minket gazembernek. Javaslom tehát protestáljunk. Tartsuk meg a professzor óráit, de a professzor nélkül, úgy, hogy az udvaron felolvassuk a könyvét. És ezt folytassuk mindaddig, amíg meg nem követi a nem bírtő hallgatókat. Úgy legyen! Éljen Kossuth! Akkor nézzük. Másnap óra helyett az udvaron. Regus verumum debit conditiones factione verticas hostiles verbare verurio con justo enim legitimo hoste es gerebatur adversus quem totum jus pertine. Dom hi domine frate, micsoda bolondságot csinálnak maguk? Nem bolondság, ez tekintetes uram, hanem a megsértett becsületérzésünk neveztelése. Mi tiszteljük a professzorulat, és büszkék vagyunk, hogy az ő tanítványi lehetünk. De senki se, még a professzorul se nevezhet minket gazembernek. Kérem ezért, a professzorul közmondásos bölcsességére alapítva, hogy oldja meg ezt a problémát, mert különben országos skandalum lesz attól, ha hírét visszük a nagyvilágba, hogy a professzor elhagyták a tanítványait. Jó van, jöjjenek be holnap az előadásra, és a problémát elsikáljuk. Másnap féltem, hogy mi lesz kiállásom következménye, de tulajdonképpen Kövi professzor a következményeket és a probléma megoldást
két mondatban letudta. Tisztelt hallgató! Legutolsó mondatomnak az volt az oka, hogy rossz indulatot tulajdonítottam annak, ami az éjség számlájára volt írható. Menjünk is tovább az anyagba. Ha nem, Dominus Kossuth önből alig, ha nem országháborító lesz. Páncél vármegye, az idős Kossuth és a fiatal újságíró. Tudja, fiatal barátom, nagyon fontos része a jogi pragmatika a jogászlétnek, illetőleg az oktatásnak. Éppen ezért gyakorlatunk egy részét Páncél vármegyében szereztük meg patakai éveink alatt. Elnézést kérek ostobaságomért, de hol van ez a vármegye? Nem tesz semmit, fiatal barátom. Hát hol, hát minden pataki diák szívében. De várjon csak, elmesélem önnek. Ez lényegében a mai értelemben vett szerepjáték volt, ami a jogi oktatásunk részét képezte. Ifjú urak és kollégák! Már most olyan ez a rögtönző tisztújító közgyűlés, mint egy rübvásár. Pedig még el sem kezdtük igazán. Kifáradnak a végére, ha már most belemelegednek az országos politikába. A mai napon kijelöljük és megválasztjuk Páncél vármegye alispánját, és fontos kérdésekről is döntenünk kell. Kérem önöket, hogy jól figyeljenek, mert ez csak látszólag játék, igenis komolyan kell venni. Kezdjünk is bele! Kezdjünk! Tisztelt és nagy érdemű Páncél vármegyei közgyűlés! A mai összejövetelünk egyik célja, hogy megválasszuk Páncél vármegye új alispánját. Mint jogászok, nem csak szemét, de érdekek képviselőit is választunk. Aki elvállalja az alispáni tisztséget, annak választania kell, mégpedig az újonc megajánlás kérdésében. A választásnak nagy súlya van, mert ezt a programot kell végigvinnie a kiadott feladatok megoldása kapcsán is. Úgy van! Fontos és felelősségteljes döntést kell ma hoznunk arról, hogy kivigye a megye ügyeit és képviselje érdekünket. Kérdem, ki lesz oly bátor, ki vállalná a tisztet? Ki az, aki alkalmas lehet? Legyen a Kossuth! Nos, Amice Kossuth! Úgy hallom, a közgyűlés a törvényes menetet meg sem várva, kockáztatva a rendbontás vágyát, már bizalmába fogadá önt. És ha lehetne, akkor a megye kebelére szorítaná, ezért, hogy szembe ne menjek a közgyűlés egyenes szándékával, kérdem én, elfogadja a jelölést? Tekintetes nemesi vármegye, tekintetes főispán. Álmom és vágyam mindig is az volt, hogy igaz magyar ügyet képviseljek, igaz magyar honfitársaim előtt, a haza üdvére, a nemzet javára. Épp ezért nagy megtiszteltetés, hogy a nemes urak és a nemes honfia engem bíznak meg ezzel a feladattal. Isten segítségével és az önök javára vállalom a feladatot. Vivát! Vivát! Tisztelt közgyűlés! Kérem a nemes urakat, hogy csillapodjanak. Megértem, hogy ifjú vérük forr, és hogy tüzes szavak nem, hogy enyhét adnának, hanem még szítják is azt, de kérem, legyenek szerények és mérsékletesek. Ahogy egy jó és hitű nemeshez ülünk, tartozon is bármely felekezethez, és ne legyenek olyan izgatottak, mint a lámpalázas csepűrágók, akik épp más bőrében tetszelegnek, ahol mi átszolt deszkákon. Kérem önöket, hogy döntésüket hideg fejjel hozzák meg, és ami nem ellentét a forrongó hazafias vérnek. Ész és szív, mind a kettő kell a döntéshez. Nos, hogy a kedélyek elcsitultak, kérdezem, van esetleg más jelölt is? Alkalmasat láttak, aki akár magát annak tartja?
Úgy látom, más jelölt nincs. Ha nincs, akkor viszont én jelölök. Ugyanis a jogászi hivatás egyik legfontosabb eleme a retorika. De a megye felelősség teljesen csak úgy tud dönteni, ha nem csak egy, de rögtön két szónoklatot is hall, méghozzá pro és kontra is. A jogász dolga, hogy ékes szólással érdekeket képviseljen, sokszor akár a saját meggyőződése ellenében is. Éppen ezért kijelölöm a másik jelöltnek, Dercsényit. Dercsényi maga kezdi a feladatot, az újonc megajánlás mellett kell érvelnie, Kossuth magának ellene. Urai, döntsenek majd! Tisztelt Páncél vármegye, tisztelt főispán úr, kedves barátaim! Először is szeretném megköszönni főispán úrnak a megtisztelő jelölést, hogy engem alispáni pozícióra jelölt. Természetesen, ha a tekintetes vármegye úgy gondolja és engem választ meg, akkor emelt fővel és legjobb tudásom szerint fogom képviselni mind a vármegye, mint pedig az egész haza ügyét. Tisztelt vármegyei közgyűlés! Azonban mielőtt döntenének, kérem hallgassák meg mondandómat. Égető kérdéssel kell, hogy foglalkozzunk, és még a mai napon dűlőre kell, hogy jussunk. Hazánk védelme érdekében szükség van mindig friss erőre, és nem csak a földeken, hanem bizony a harctereken is. Mint joghoz értő emberek, önök kiválóan tudják, mit is jelent valójában egy császári parancs, hol helyezkedik el a jogforrások hierarchiájában. Mi, mint a császár birodalom teljes jogú tagjai, akik élvezzük annak minden előnyét, kegyeit, kötelesek vagyunk egyszerűen hozzájárulni a haza megvédéséhez, illetve haderejének fenntartásához. Ősi elv, mint tudjuk, hogy akitől kapunk, annak illik is segíteni. Persze kérdezhetnék, mit is kaptunk mi a Habsburgoktól? Ez valójában egy olyan kérdés, mintha a júliaiaktól megkérdeznénk, mit is adtak nekik a rómaiak. Tisztelt barátaim! Sokan kiáltanak közülük elnyomást és fiatal életek elpocséklását. Egy elnyomó birodalom érdekében, de kérdem én, hogy nevezhetnénk elnyomó birodalomnak egy olyan hatalmat, amelyben szabadon kialakulhat a rendszer kritikája és olyan szabad gondolkodású iskolák, mint például az Eperjesi vagy éppen a mi Sárospataki Akadémiánk. Miért borítanánk fel ezt a meglévő státuszkót önhiten is irigyen oly módon, hogy megtagadjuk a császár kérését? Azt kérdezik, uraim, hogy mi a haza ügye? Elmondom, uraim, a haza ügye, hogy annak minden polgára boldogan és jólétben kell, hogy éljen. Ehhez azonban meg kell védenünk, és a magyar virtus is csak akkor tud virágozni, hogyha megvédjük az osztrákok oldalán a magyar nemzetet. A kettő nem választható el. Ha a Habsburg elbukik, akkor elbukik a magyar is, a morva is. És ha elbukik, akkor nem lesz ki megvédje ezen népek virtusát. Kérem tehát a tekintetes urakat, hogy jól gondolják meg, és ne kívánjanak rebellis vármegyét, ha fontosnak tartják a hazaügyét. Tisztelt vármegyei közgyűlés! Hallgassuk meg a kontrát is. Fáradjon mellém, Kossuth, és tartsa meg kontrabeszédét. Köszönöm, főispán. Mélyen tisztelt vármegyei közgyűlés, tisztelt uraim! Köszönöm bizalmukat irányomba, ígérem, híven képviselem érdekeiket, szolgálatommal igyekszek a magyarság és a vármegye ügyét előmozdítani. Hiszem, hogy a kettő kell, hogy legfontosabb legyen egy magyar neves, de minden magyar ember számára. Ami jó az országnak, az jó a vármegyének is, és fordítva, a kettő nem választható el. Éppen ezért tűrhetetlen minden olyan utasítás és parancs, amely elvinni fiaink a otthonaiból, hogy olyan területek ügye, melyekre semmi keresni valójuk sincs. A magyar ifjúság élet, erő és szív. Most életek sorsáról kell dönteni. Olyan életekéről, amelyekre, ha nem vigyázunk, rövid úton Hádész birodalmába kerülhetnek. Éppen ezért mondom, nem szabad engednünk annak a parancsnak, mely erőszakkal venné el fiataljainkat. Azt mondom, szegüljünk ellen olyan eretnek gondolatoknak, amely némi jóságot remel a katonákért cserébe a császári udvartól. Tisztelt barátaim, protestáljunk és tagadjuk meg a kérést, és merjünk nemet mondani.
Csak az a nép erősödik meg, amely nem áldozza fel legjobbjait. Hazánk egy hamvaiból élelkező griffmadár, mert csak akkor lehet erős, ha megtanul kiállni magáért, és azt mondja, el a kezekkel fiainktól, kérem önöket, döntsenek felelősségteljesen. Ahogy a főispánul is mondta, hideg fej és forró vér, erre van most szükség. Kérdem önöket, mi legyen hát? Ellenálljunk, vagy fejünket lehajtva és szemlesítve feláldozzuk fiataljainkat. Mi legyen? Döntsenek! Ellenállunk! Ellenállunk! Nos, akkor félreértésnek helye nincs. Ez még kalkulálás nélkül is egyértelműen látszik. A Páncélvár megyei közgyűlés egyhangúan fejezte ki akaratát, hogy Kossuth Lajos legyen az alispán. Az öreg kövének igaza volt. Ez egy cseppet sem volt játék. A végzést követően úgy alakult, hogy többünk is vármegyéknél kezdte meg a jogi praxisát. Így történt, hogy Páncélvár megyei fiai elérték azt, hogy 6 felső magyarországi vármegyében megtagadták az újonc megadást. De mint ön előtt is ismeretes fiatal barátom, az ilyen dolgok sohasem maradnak meg tordás nélkül. És így Páncélvár megye sem kerülhette el a sorsát. 1823 Bécs, Királyi udvar, a színen, Metternich kancellár, a helytartó tanács vezetője és a püspök. Nos, uraim, tudják, mi okból kérettem ide önöket. Jelentésekből kiderül, hogy a felső magyarországi vidéken lázadás közeli állapot van. Ez tűrhetetlen. Tisztelt kancellár úr, a helyzet véleményem szerint közel sem ennyire drasztikus. Egy kis ellenkezésnek mondanám, felhevült, kezeletlen érzelmeknek. Hisz ön is jól tudja, mennyire önérzetesek néha, főleg a felső magyarországi vidékeken a magyar urak. Azt mondom, elegendő lenne megtalálni a probléma fő forrását, és mindig tudjuk, vannak egyéb megoldások is. És? Jutott valamire? Honnan ered ez az ellenállás magja? Természetesen én sem voltam tétlen, és a hír hallatán sürgönyöztem is az érintett vármegyékbe a megbízható embereimnek, hogy derítenék ki a protestálás fő okát. Hamar jött is a válasz mindenhonnan, amelyek egybecsengtek. Informátoraim szerint a frissen végzett sárospataki juristákhoz van köze a dolognak. Emellett emlegettek valami Páncél vármegyét is, de erről azt hiszem püspök úr többet tud mondani, hiszen az iskola az ő felügyelete alá tartozik. Meg itt van ez a Kossuth nevű jogász is, aki az egyik szellemi vezére a mozgalomnak. Tisztelt kancellár úr, Páncél vármegye a joghallgatók ismereteinek az elmélyítését szolgálja, és egyfajta jogi praktikummal fejlesztette ki Kövi Sándor nagyhírű professzor. Célja az itt szerzett ismereteknek a vármegyei munka során történő felhasználása. Politikai célja nincs és nem is lehet, ilyet meg se tűrnénk az egyház berkein belül. Álláspontom szerint egy szerencsétlen egybeesés, hogy az újoncok megtagadását összefüggésbe hozták a patokon végzett diákok tevékenységével, illetve magával Páncél vármegyével. Püspök úr, ezek szerint mégsem figyeltek eléggé, mert hogy a jogi praktikum átalakult politikai praktikummá. És a jogi tanulmányok leple alatt uszítás folyik a birodalom és a császár ellen. Miféle jogi oktatás az olyan, amelyik azt tanítja a diákoknak, hogy császári parancsokkal szembe menjenek? Ez skandallum, tűrhetetlen. Be kellene zárnom az egész módszerát felségsértés vágyával. Tisztelt kancellár úr, azt hiszem püspök úr nevében is mondhatom, hogy erre semmi szükség nincsen. Hiszen ön is tudja, hogy a jogvégzett emberekre szükség van különösen ebben az ország részben. És egyébként is véleményem szerint enyhébb eszközökkel is eredményt érhetünk el. Mindenképpen csatlakozom az előttem szólóhoz. Úgy gondolom, hogy aránytalan büntetés lenne egy ilyen cselekedetért. Ugyanakkor figyelmeztetnem kell kancellár urat arra a rendelkezésre, amely lehetővé tette az összes bevett felekezetnek, hogy jogakadémiát alapítson. Az iskola bezárása ellentétes lenne a császár akaratával, és esetleg még a császár népszerűsége is csökkenhetne. Nagyon remélem, püspök úr, most nem fenyegetni próbál. Távol álljon tőlem, kancellár. Én csak egy drasztikus intézkedés lehetséges hatásait vázoltam az ön számára. Mégis milyen intézkedéseket tervez? Hogyan venné elejét a további protestálásnak? Véleményem szerint elegendő lenne a tanrend megváltoztatása, ami által
Kövi professzornak a munkásságán is lehetne változtatni. Amennyiben szűkebb keretek közé szorítanánk Páncél vármegyét, úgy esetleg a protestálás is csökkenne. Feltétlenül az osztrák jogrend tanításán is fejlesztenünk kell. A Páncél vármegyét be kell tiltani, ha kell, császári parancs is születik róla. Tisztelt kancellár úr, úgy vélem elegendő lenne a pragmatika oktatásának metodikáján változtatni a császári királyi dekrétumban foglaltaknak megfelelően. Szó nem lehet róla. Páncél vármegyét be kell tiltani, nem működhet semmilyen formában. Csak így lehet csírájában elfolytani a lázadás minden formáját. Ha már az iskolának működnie kell, császári engedély alapján az a minimum elvárás a fenntartó felé, hogy ne tűrjön el ilyen felségsértő magatartásokat. És tiltsa be ezt a mozgalmat. Apropó, említettek valami Kossuthot is, róla mit tudunk? Információim szerint Zemplén vármegyei jogász család sarja, aki egyre nagyobb szerepet vállal. Azt hiszem, érdemes lesz rá odafigyelni. Sárospatakon végzett diákról van szó, akiről Kövi professzor úgy nyilatkozott, hogy akár országháborító is lehet belőle. Figyelnünk kell valóban a munkásságát, nehogy az öreg Kövi jóslata beváljon. Ami pedig Páncél vármegyét illeti, meggondolta magam, kivesszük az oktatásból, és elhagyjuk a jogi pragmatika oktatása során. Nagyon helyes. Vesszen Páncél vármegyet. De figyelmeztetem önöket, uraim! Ha nem lesz hatással, drasztikusabb eszközökhöz fogok folyamodni. Most pedig kérem távozzanak. Túl sok szót fecséreltünk már eddig is erre az ügyre. Páncél vármegyét betilthatták, de el nem tiporhatták. Ott élt minden pataki diák lelkében. Ebből merítettünk erőt a szabadságharc idején, és erejét jól mutatja, hogy kicsit később, bár korlátozott keretek között, de Nádor vármegyeként újjáélet, és szívbéli jóbarátom Szemere Bertalan vezethette azt. Ezeket követően elkezdtük az országgyűlési tudósítások szerkesztését, amelyeket megpróbáltunk megvalósítani a vármegyékben is. Ennek lett a következménye, hogy 4 évre bebörtönöztek. Ami azonban ezután történt, az már történelem. Azonban fiatal barátom, most eléggé elfáradtam. Ha valamire még kíváncsi, kérem keressen meg holnap is. Kossuth a politikus. Don Luigi politikai pályáján segítette a jogi praktikum, melyet Sárospatakon tanult. A legtöbb esetben igen. Sokat tanultunk Kövi professzornál arról, hogyan kell kezelni azokat a személyeket, akikhez státuszuk folytán az érvelés eszközeivel nem férünk hozzá. Figyeljen, Kossuth! Ahogy Alispánként Kovácssal, mint a helytartó tanács küldöttével bánt, az nem célra vezető. Egy ilyen embert a közgyűlés előtt érvekkel meggyőzni, és az érvekkel meggyőzött népharag eszközével kiüzetni a vármegyéből sokszor a karrierjébe kerülhet. Az ilyen emberrel máshogy kell bánni, mint az egyszerű ellenérdekű féllel. Aki maga felett áll a ranglétrán, azzal el kell hitetnie, hogy minden, amit tesz, annak a nagyszerű útnak a folytatása, amit ő kezdett el. Ha a saját tetteinek folytatóját és továbbfejlesztőjét látja magában, akkor az nem hátráltatja, hanem elősegíti mindazt, amit elkíván érni. Erre az intelemre emlékeztem akkor, amikor, ha jól emlékszem, 1844-ben a Pesti Hírlap hasábjain jó barátom Trefort Ágoston jelentetett meg egy cikket a vasútüggyel kapcsolatosan. A cikket ugyan nem én szereztem, csak felelős szerkesztőként olvastam, de egyetértettem minden szavával. A cikk lényege az volt, hogy pártolta a vasútépítést, azonban nem a Duna két vonalán képzelt el a nyomvonalat, mert ez a hazai érdekeivel ellentétes lett volna. Másnap azonban egy eléggé indulatos és kissé személyeskedő levelet kaptunk Széchenyitől. Ez a cikk egy inszináció, egy sértés. Nem hagyhatunk szó nélkül. Meg kell válaszolnom azonnal. Tekintetes redaktor úr, az ön által szerkesztett Pesti Hírlapban megjelent cikk, ha elér az illetékességhez,
ellehetetleníti az egész vasútügyét. Azt állítja, hogy befektetéseimet finanszírozó bankok érdekeit szolgálja a teljes vasútépítés. Kérdem önt, mi okból becstelenít meg engem? Engem, kinek nem szokás még kikényszerítve is hazugságot mondani. Méltóztassék ezt felvilágosítani. A levél hangnama és modora ingerületet váltott ki belőlem, de ilyenkor eszembe jutottak Kövi Sándor szavai, és az alábbiakat válaszoltam. Méltóságos gróf úr, elismervén, hogy a cikkben kifejtett álláspont az én álláspontomat tükrözi, a következőket szeretném megvilágítani. Egész politikai fellépésem és minden, amit valaha tettem és tenni fogok, az ön programjára épül és annak folytatásaként jellemezhető. A vasútépítés ügye nekem is ugyanolyan szívügye, mint az öné. Tudom, hogy ön ugyanolyan rajongó imádattal csügg a hazán, mint én, de azt ne írja a káromra, hogy a szent hevület másfajta lecsapódásokat provokál lelkemben, mint az önében. Tudom, hogy levelét a meggyőződés vezette, nem pedig a gyűlöltség. Ön arisztokrata, én köznemes vagyok, és bízom abban, hogy nagyra épített lelke és szelleme a belső fajsúly és a hazaügyve iránti tenni akarás alapján mérlegeli az ember ténykedését, nem pedig a pillanatnyi politikai szándékok alapján. Remélem válaszom meggyőzte jó akaratomról, őszinte híve Kossuth Lajos. Az idők során Kossuthot is elérte a végzete, megházasodott. Páncél vármegye alispánjaként több olyan intelmet is kaptam Kövi professzortól, amiről azt hittem, hogy soha életemben nem kell használnom. Az egyik ilyen intelem az egyházról szólt. Figyeljen, Kossuth! Hosszú az élet, és még az is lehet, hogy még az államnál is nagyobb intézménnyel fog szembe kerülni. Magával a katolikus egyházzal. Az a tanácsom, ne felejts el, mit tanult-e falak között. Legyen gerinces magyar jogászember. Ne feledje azonban, a nemzetért tenni akaró gerince hajolni hajolhat, de nem törhet el. Nézze azt, hogy amit el akar érni, azért mennyit szükséges engedni és feladni. Az érdekeket egyeztetni kell. Soha ne felejtsák el, Kossuth. Érdekegyeztetés. Ennek a tanácsnak húsba vágó lényegét 1840 nyara és 41 januárja között éreztem a saját bőrömön. A börtönből kiszabadulván egy parádon rendezett bálon ismertem meg Meszlényi Teréziát. Művelt, okos, szép, csinos lány volt, aki egy Pest megyei középnemesi családból származott. Ő már eddigre ismerte eszményeimet, gondolataimat. Rövid ismerettség és udvarlás után, látván azt, hogy lakásomnak megfelelő gondviselője, gyermekeimnek kiváló anyja, és megfelelő hátországot biztosít majd számomra a politikai pályafutásom alatt, megkértem a kezét. Ő igent mondott. Azonban az ideig egy igen fontos kérdésről nem beszéltünk, amelynek lényegére ő tapintott rá. Drága Lajosom! Most, hogy házasságkötésünk érhetés előtt áll, ideje, hogy átjelenk ezzel a mi gyülekezetünkbe. Az Asveres atya nagy jelentőséget tulajdonít annak, hogy olyan párokat adjon össze, akinek hitbuszban már a személyes nincs tanulságot tett. Drága Teréziám, életem virága, sajnos ennek az egy kérésének nem fogok tudni eleget tenni. Nem sokat beszéltünk erről, de az köztudott, hogy ősi evangelikus családból származok. Bár megtévesztő lehet, hogy hugaim katolikusok, de a Kossuthok férfiága mindig is hülyen ragaszkodott ősei hitéhez. Ezért apám nem adott reverzálist, így engem is evangélikusnak kereszteltek és neveltettek, és a mai napig a Deák téri gyülekezet büszke tagja vagyok. Sajnos mostanában a klérus nem úgy áll a hozzánk hasonló jegyes párok kéréséhez, mint édesanyádik idejében volt. A püspöki kar körlevelet adott ki a plébánosok és esperesek részére, amelyben arra készíti őket, hogy tegyenek meg mindent a vegyes házasságok elkerülésére. Ha ez sem megy, akkor arra készítik a más vallású gülegényeket, hogy adjanak reverzálist, ha templomi esküvőt, esküt és az esküvő megáldását szeretnék. Ha ez sem megy, a kihirdetést.
az ünnepeket és egyéb gátló tényezőket kell olyan szigorúan figyelembe venni, hogy minél jobban elhúzzák a házasság megkötését, amelyet a szentségek kiszolgáltatása nélkül, esküvés, áldás nélkül köthetnek csak meg. Igyekeznünk kell, mert a helyzet csak romlani fog. Apám úgy értesült, hogy a napokban indul Lonovics József családi püspök Rómába. Ha egyházfői enciklika lesz kérdésünkből, esélyünk nincsen más bánásmódra. Az esperes ünnep pedig a Bibliánál is fontosabb feljebbvalói parancsának betartása. Hallottam, drágám, ezeket az aggasztó híreket. Sőt, a vármegy előtt számos panaszeljárás is indult, melynek kivizsgálására bizottságot alakítottunk. Annyi minden esetre már bizonyos, bár a panaszosok egy része kényszerítésről is beszél, ezt majd kivizsgáljuk, de annyi már most bizonyos, hogy reverzáris nélkül nem kerül sor teljes szertartásra. Így is áll-e igen-e, kedvesem? Akit Isten mellébb rendelt, aki a családomnak is megfelel, és akit teljes szívemből szeretek, annak nem lehet más választásom, válaszom akkor sem, hogyha a plébános anya csak anyakönyvezi, de nem áldja meg a házasságomat. Ez megnyugtató. Minden esetre addig mindent megteszek, hogy érvényt szerezzek a hatályos magyar törvényeknek. Mint a vármegyei közgyűlés karzatán rendszeresen helyet foglaló és beszédeimet ismerő, tisztában lehet ezzel kapcsolatos álláspontommal. Sőt, barátaim is, a mi házassági szándékunkat nem említve, hasonló álláspontot követnek. Éppen ezért két kiváló barátomat fogom tanúnak felkérni, Fáj Andrást és Szent Király Móricot. Én pedig Rádai Gedeont és Szombathelyi Antalt. A plébános atya meg fogja gondolni a dolgot, hiszen a fél vármegye vezetőség ott lesz a tanúk között. Mondjál, kedvesem, hogyan is szabályozza a törvény a mi kérdésünket? Erről az 1794. évi 26-os törvénycikk 15. paragrafusa rendelkezik. Ez kimondja, hogy vegyes házasságot csak katolikus pap előtt lehet kötni, viszont az egyház nem akadályozhatja a házasság létrejöttét. Ha az apa katolikus, ugye gyermekeket is katolikusnak kell keresztelni. Ha viszont az apa református, ugye a fiú gyermekek követhetik apjuk vallását. A jog szerint tehát igazunk van, gyermekeink törvényességének akadálya nincsen. Így kérem, próbálja meg minden emberségesebb körülményt elérni a plébános atyánál, ha lehet, itthon szeretnék házasodni. Mindent megteszek, kedvesem. 1840 végén Pest belvárosi plébánián. Prépostatja, jaj de jó, hogy el tudom csípni. December 26-án megtörtént Teréziával a harmadik kihirdetésük, ezért szeretném még az idén, azaz december 31-én megtartani a szertartást. Így a tridenti zsinat által előírt háromnapos várakozási idő is teljesül. Tisztelt táblabíró úr! Ön evangélikus, ezért nem kell, hogy tisztában legyen egyházunk szokásaival. Egyházunkban a karácsonyi ünnepkör vízkereszt napjával ér véget, így leghamarabb január 7-én tudom összeadni önöket Teréziával, akitől elvártam volna, hogy jó katolikus főlegényt választom magának. Természetesen a szertartás nem a templomban, hanem a plébánián tartjuk, amennyiben a tanúk jelen lesznek, és egyéb akadály nem áll fenn. Hát látom, a prépostatyának nem sürgős a dolog, nem úgy, mint nekem. Minden esetre még egy kérést kell tolmácsolnom, ez pedig az én drága Teréziám kérése, aki szeretné, hogy a szertartásra ne ezen a rideg plébánián, hanem a barátságos Meslényi házban kerüljön sor. Remélem, mint a nőri személyem iránti tiszteletet tanúsító, ezzel én már nem fog semmilyen akadályt gördíteni. Táblabíró úr, engem mindenben köt a főhatóságok leírata. Engedje meg, hogy ebből idézzek. Az ilyen házasságot nem szent helyen, de tisztességes helyen, például plébánián tartsák. Ugye megérti, ha a felsőbb hatóságok ellenérzését váltaná ki, hogy Meszlényék tisztességben nevelt lányát, és önt, egy börtönviselt, evangélikus vallású, közismerten liberális politikus, a Meszlényi házban adnám össze. Értem, Prépost úr, értem. A leendő férj és a tanúk, majdnem az enyém és a tanúk véleménye teljesen eltért a prépostatya véleményétől. Éppen ezért felszólalásaik élességétől volt hangos a vármegye. Ez
1841. február 9. délután 6 óra. A Mátka pár, a Veszprémi házas pár, Fáji, Szentkirályi, Rádai és Szombathelyi tanúk megjelennek a plébánia nagytermében. Az egyház részéről senki. Szabad! Már azt hittem, el sem jönnek. Azért gyűltünk egybe, hogy tanúi legyünk Kossuth-falvi Kossuth Lajos, 38 éves táblabíró, evangélikus vallású, sátoraljaújhelyi illetőségű, nőtlen férfi, és Meszlényi Terézia, kisdémi illetőségű, 25 éves hajadon, római katolikus hajadon házasságának. A tanúk a férj részéről Fáji András és Szentkirályi Móric, a feleség részéről pedig Rádai Gedeon és Szombathelyi Antal. Mivel a házasságnak akadályát nem találtam, így azt törvényesen létrejöttnek tekintem, és a születendő gyermekeket is törvényesnek tekintem. Atyám, esküt nem teszünk és áldást sem kapunk? Táblabíró úr, az egész szertartásban csak az Esztergomból kapott utasítás hatására mentem bele. Ennek következtében áldás nem jár, a házasság törvényesen létrejött, azt majd az anyakönyvbe is bejegyezzük, a párbért megfizették, lefogják időmet, elmehetnek. Viszontlátásra. Szép kis esküvő, ez felláborító, ezt még megkészülni, prépost úr! Édes fiam, ne vedd a szívedre. Odahaza Kisdénben a plébános megállt benneteket. A házasság pedig így is. Kedves barátaim, vigadjunk, az esküvő megvolt, tartsuk meg a lakodalmat is. Mindenki vendége a kis pipában. Hivat! Erre a helyre pedig Isten úgyse többé be nem teszem a lábam. Soha többé. Menjünk! Ilyen volt az én különös házasságom. Teréziámmal mindig nagy boldogságban éltünk. Két fiú és egy lánygyermekünk született. Én nem vittem be a politikát az otthonunkban, ő pedig mindig megteremtette az otthon melegét, bárhol is laktunk. Lett a prépost úr eljárásának valamilyen jogi következménye? Tudja, fiatal barátom, Kövi professzor úgy nevelt, hogy ezt nem hagyhatom annyiban. Éppen ezért megírtam a beadványt a vármegye részére, hiszen még Fáji beadványa hatályban volt, azonban a prépost úr nem fogadta el a vármegye joghatóságát. De tudja, igazán idáig követtem a történetet. Ezt követően megalapítottuk a Pesti Hírlapot, illetőleg az ellenzéki párt vezére lettem. Miért nem írt sohasem a házasságáról a hírlapban? Miért nem használtak ki a nyilvánosság erejét? Tudja, fiatal barátom, akkor még egészen más idők jártak. És úgy gondoltam, hogy egy főszerkesztőként, egy vármegyei követként, vagy éppen az ellenzék vezéreként sokkal többet tehetek a hazámért, mint egy egyházkáromló státuszfogoly. De státuszfogoly meg már különben is voltam. Azonban kérdezhetek öntől én is egyet? Vajon tudja, hogy honnan merítette az ihletet az ellenzék? Jól sejtem, hogy Páncél vármegye? A gőzös füstkarikákat eredgetve hagyta el a Torini főpályaudvart. Kosári Jakab sokkal többet kapott, és tudott átadni a tisztelt olvasóknak, mint amire számított. Bemutathatta önöknek egy becsületére büszke lázadó fiatalembert és egy ifjú politikust, Kossuth Lajost. A remek ügyvéddélet szintén nagy tudású jogász barátját, Delcsényi Jánost. A századunk első harmadának lánglelkű diákságát, a Sárospataki diákot. Mindazokat, akik a kor szellemének megfelelően el akarták rendezni Páncél vármegye sorsát, Metternich, József Nádor, a püspök és a prépost.
nagy politikai ellenfelek egyikét, a legnagyobb magyart, Széchenyi Istvánt. A pesti Kossuth pályatársait és politikájának támogatóit, Rádai Gedeont, Szentkirályi Móricot és Szombathelyi Antalt, akik képviseletében meghatalmazás alapján Fájik Andrással. Kossuth feleségét és családját, Meszlényi Teréziát, a Meszlényi házaspárt. Az idős politikus, aki megfelelő inspirációt kapott emlékiratai megírásához, Kossuth Lajost. Egy remek jogászt és tanáregyéniséget, akinek tanácsai és élete egy lett a magyar történelemmel, aki maga Páncél vármegye, Kövi Sándort. Színdarab szerzője Alajos István, agráris munkajogi tanszék. Rendezte Mátyás Imre, európai jogi és nemzetközi magánjogi. Amíg egyszer azt üzeni, mindjárt jut.